Iszonyatos ütést érzek hátulról. Borzalmasan hangos és elviselhetetlenül forró. Meglódulok a fényfolt felé. Iszonyatos erejütést érzek a hátamon. Kint vagyok. Nem csak a kinti világ hideme. Alattam mélység, fölöttem mélység, mindenhol, amerre forgok, hatalmas, hihetetlenül tágas és világos tér. Szabadon röpülök enyhén elliptikus pályámon egy alacsony, egyenruhás férfi fel. A férfi egy Glock 17-es tart a kezében. Első. Repülök. Hasítom a levegőt. Valami csillogva közeledik felém. Egy 9 mm-es Makarov töltény. Repülök. Valami pici, tömör és gyors tárgy közeledik felém. Hasítom a levegőt. Elzúgok a símaszkos férfi nyaka mellett. Megcsap bőrének melege. Közeledek az egyenruhás férfi felé. Valószínűleg ki fog sodródni a jelenlegi ballisztikus ívből, amin repülök. Eltérít fejének szelíd tömegbeazása. Hasítom a levegőt. Közeledek az egyenruhás férfi felé. Mivel a férfi mozgás közben adta le a lövést, és a visszarúgó fegyver kibillentette az egyensúlyából, valószínűleg ki fog sodródni a jelenlegi ballisztikus ívből, amin repülök. Legfeljebb csak sodródni fog. Egy szemlélő a hűtközön. Orbitofontális kívül. Hipokampus. Temporális kívül. De ezt már nincs előbb. Kisváros csendes főtere felett repülök. Elhagyom a teret, a parkot. Háztetők felett repülök. A háztetőkön nagy fehér tányérok néznek az ég felé. Belefúródom az égbe. Elfáradtam. Elakadok. Fekete, hideg és szorít. Repülök. Még mindig repülök.